Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, kedves nézők, a következő percekben a Mintagazdát, a Kölcsey Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látják. Mindenek előtt nézzük a mai részletes tartalmat. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programját, amelynek legnagyobb eredménye, hogy a nagygazdaságok helyett a kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságok kiemelt fejlesztését helyezi a középpontba. Az idén 500 ezer tonnához közeli almatermés várható az országban, szemben a tavalyi több mint 900 ezer tonnával. A megyei agrárkamara kertészeti osztályának ülésén Jakab István, a Magusz elnöke elmondta, a terméskiesésből származó veszteséget a kárányhítési alapból pótolják a termelőknek. Sajtkészítéshez szükséges eszközöket helyezett ki állattartókhoz a kárpáti borzderes fajta fenntartó tenyésztési program keretében az Emisszió Egyesület. Az uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az egykor őshonos szarvasmarha fajtát, amelyek alkalmasak a háztáji tartásra és a manufakturális élelmiszerfeldolgozásra, újra elterjesszék az országban. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programját. Az új programnak nagy előnye, hogy a nagyvállalkozások helyett a kis és közepes vállalkozásokat, elsősorban agrárgazdaságokat próbálja majd helyzetbe hozni. A részletekről az államtitkárt kérdeztük. A nemzeti társfinanszírozással és a nagyüzemektől átcsoportosított területalapú támogatással együtt 1300 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre a következő időszakban Magyarország számára. A vidékfejlesztési program legfontosabb célja a vidéki munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése. A program középpontjában éppen ezért a jelentős foglalkoztatási potenciállal rendelkező mikro, kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságok fejlesztése áll, mégpedig a munkaigényes ágazatok, különös képpen az állattenyésztés, a kertészet, valamint az élelmiszerfeldolgozás kiemelt támogatásával. Az első pályázati felhívások szeptemberben fognak megjelenni. Az első ilyen nagyobb adag talán a keretösszeget tekintése a legnagyobb, hiszen az agrárkörnyezetgazdálkodási program és az ökológiai gazdálkodóknak a támogatása, ez egy 240 milliárdos csomag. Ezt fogjuk szeptemberben már a pályázati felhívást megjelentetni, és folyamatosan fogjuk a többi pályázatot is az év utolsó felében meghirdetni, legyen az beruházás, legyen az más jellegű pályázat. A kistermelők szerint fontos, hogy minél több forrást tudjanak gazdaságuk fejlesztésére fordítani, mert csak így tudnak versenyképesek maradni és munkahelyeket teremteni. Maga a hír az elég friss, tehát csak nagy vonalakban értesültem én is róla. Mindenképpen pozitív, hogy végre már a kis és középvállalkozásokra is gondolnak, nem csak a nagyokra. A legtőke hiányosabb tulajdonképpen ez a két szektor. Végre szerintem a jogalkotók is meggyőződtek arról, hogy ha kis és középvállalkozásokat nem támogatják, akkor nagyon sok munkaerő ellehetetlenül önmagát, sőt plusz munkaerőt sem tud foglalkoztatni. A nagy termelők bizonyos, tehát a munkaerő felhasználásuk korlátozott. Ennél több munkaerőt csak kis és középvállalkozók tudnak alkalmazni. Nyilván meggyőződök a pályázat lehetőségekről. Érdekel a dolog, munkahelyből, tehát munkaerő felvétel és eszközpark bővítésbe is gondolkodok. Saját erőből az lassan megy. Talán egy hosszú távú visszafizető hitel ez meg is tudnám oldani. Az agrárkörnyezetgazdálkodási program kapcsán sikerült a magyar álláspontot elfogadtatni az Európai Bizottsággal, így annak szántóföldi gazdálkodást támogató részében a földbirtok maximumhoz is igazodó sávos támogatás korlátozás is lesz majd. 200 hektár alatt minden igénylő a teljes támogatási összegre számíthat. 200 és 300 hektár között az előbbi összeg 85%-át, míg 1200 hektár felett a felét kapják majd a gazdák. A legfontosabb egyik része a programnak, hogy mi ebben rögzítettük azt is, hogy a beruházási jellegű támogatásoknak 80%-át egy bizonyos gazdasági üzemméret alatti cégek lesznek majd csak rá a jogosultak. Ez egy teljesen egyedülálló, eddig ilyen még nem volt a magyar fejlesztés politikában. Ezzel az eszközzel is többek között el tudjuk azt érni, hogy valóban a kisebb gazdaságokból versenyképes és nagyobb közepes gazdaságok jöhessenek létre. A vidéki önkormányzatok is számos fejlesztési beruházási forrásból választhatnak. Így többek között lehetőségük lesz a külterületi utak felújítására, helyi termelői piac kiépítésére, valamint épületek energetikai korszerűsítésére.
Az elmúlt évi rekordalma terméshez képest most a gazdálkodók közel az elmúlt évi felét takaríthatják csak be. Ez részben köszönhető az elmúlt év jó termésének, illetve az idei nagyon meleg, aszályos időjárásnak. Hogy a kieső összegeket, károkat miből fogják tudni pótolni a gazdáknak, erről is beszélt nekünk Jakab István, a MAGOSZ elnöke. Az elmúlt évekhez képest, különösen az elmúlt évhez képest jelentősen lecsökken az alma mennyisége. Azt gondolom, hogy ez az asszály, különösen ott, ahol öntözni nem tudnak, ez katasztrofális helyzetet idézett elő. Ezzel számolni kell a feldolgozóknak is. Természetesen az árak ezzel összefüggésben alakulnak. Az, hogy mi lesz az induló ár, nagyjából egy 24-25 forint körül számolnak a gazdák, de az induló ár, meggyőződésem, hogy ez nagyon rövid időn belül jelentősen meghaladja a 30 forintot. Mit tehetnek a gazdálkodók, hogyan lehet kompenzálni esetleg a termésbeli kiesést, hiszen az, hogy a kereslet gondolom, hogy nagyobb lesz iránta, nem biztos, hogy ki tudja egyenlíteni azt a veszteséget, amit a szárazság az asszály okozott. Azt gondolom, hogy itt minden olyan eszközt igénybe kell venni, ami segít azon, hogy a gazdák talpon maradjanak. Egyrészt az árakkal jobban el kell ismerni az áruértékét, másrészt pedig hát a kárenyhítési alapban lévő források felhasználása. Most a gyümölcsösökön túl most rövidesen megkezdődik a szántóföldi egyéb növényeknek, a kultúráknak van a felmérés, a gazdászok ezt elvégzik, és onnantól kezdve a miniszternek meg kell tenni a szükséges intézkedést, a szájsújtott a területén nyilvánítás egyebek, tehát forrás van a kárenyhítési alapban, és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. Egyébként a feldolgozóknak lehet-e tudni, hogy körülbelül mennyi mennyiségű almára van igény, és vajon ezt az igényt ki tudja elégíteni a hazai termés mennyiség, amit közel ugye úgy csatszolják, hogy alig több, mint a fele lesz, mint a tavaly termésnek. Van egy jó hírem. Az EKL rendszeren keresztül, az EU díjon keresztül tökéletesen tudjuk követni, hogy melyik országból, mikor, milyen mennyiségű áru érkezik, és az milyen, hova kerül, hova érkezik be, és milyen célra hozták be az országba. Tehát innentől kezdve nem lehet trükközni. Ez az első üzenet. A másik üzenet az, hogy az elmúlt évet azok, akik 10 forintért vagy 12 forint alatt vásárolták fel az ipari almát, meg kell, hogy fizessék, és azok is meg kell, hogy fizessék majd az árat, akik 27 forintért akartak almát vásárolni. Úgyhogy nem felejtettük el az elmúlt esztendő alma ügyét, és természetesen ennek megfelelően azon dolgozunk, nem véletlen vagyok itt, azon dolgozunk a megyegazdáival együtt, hogy egy olyan folyamat induljon el, ami végre most már az új Európai Uniós forrásokkal a gazdákat helyzetbe hozza. Évek óta szó van arról, hogy egy olyan feldolgozó kapacitást kéne a megyében létrehozni, ami a gazdálkodók kezében, tulajdonában van. Hogy áll ez a folyamat? A vidékfejlesztési programot most fogadta Brüsszel. Elég hosszú idő kellett hozzá, nem véletlen, hisz azt, hogy az öntözött területeket nem akarták engedélyezni, hogy növeljük. Az egyértelmű üzenet, hogy zavarja őket, hogy Magyarországon egyre intenzívebbé válik a termelés, és egyre hatékonyabban termelünk. Az, hogy az agrárkörnyezetgazdálkodási programnál a birtokpolitikához igazítjuk a támogatás mértékét is, és nem lehet 10 000 hektárra ugyanakkor összeget hektáronként igénybe venni, mint mondjuk 300 hektár vagy az alatti területekre. Az, hogy ott is a sávos degressziót alkalmazunk, ez zavarta őket. Nyilván ez hatalmas vitákat generált, de azért azt is halkan megjegyzem, hogy azért mondjuk a fiatal gazdapályázatoknál is találtak jó néhány hamisított bizonyítványt, de jelzem, hogy ki lesz szűrve a rendszerből, és aki trükközött, vagy aki csalt, az majd megismeri, milyen a bűnvádi eljárás a közökirat hamisítás kapcsán. Tehát igenis elindulnak az eljárások. Tehát rend, a rendteremtés nagyon fontos, a források rendelkezésre állnak, tehát most van az, amikor a meglévő kapacitások figyelembevételével, új kapacitások létrehozásával itt a termőtáj középpontjában érdemi, kiemelt beruházás jöjjön létre a gyümölcsfeldolgozás tekintetében. Úgy, hogy természetesen az étkezési alma, illetve az egyéb gyümölcsök szakszerű tárolása, válogatása és értékesítése is
folyamatosan történjen meg a nagy kereskedelmi láncok igényei szerint és a fogyasztók igényei szerint. Még egy kicsit beszéljünk a vidékfejlesztési programról, amit Brüsszel a közelmúltban fogadott el. Ugye itt a kormányzatnak az elsődleges célja, hogy a kis és közepes vállalkozásokat, mezőgazdasági vállalkozásokat hozzák helyzetbe. Mit tudunk ezzel kapcsolatban elmondani, milyen lehetőségek nyílnak meg esetleg majd a jövőben ezeknek a kis és középvállalkozásoknak a számára? Összességében 1300 milliárd forint az a támogatási összeg, ami rendelkezésre áll. Nyilván egy 50%-os támogatás intenzitásnál ez 2600 milliárd forintot generál csak beruházás fejlesztés tekintetében. Kiemelten foglalkozik a program tehát a forrásoknak több mint 80%-a az kifejezetten a kis és közepes vállalkozások számára kerül felhasználásra. A kormány kiemelten támogatja emellett a kertészetet, 72 milliárd forint a kertészet számára felhasználható támogatási keretösszeg, nagyságrendileg hasonló az állattenyésztésű, ugyanakkor az élelmiszerfeldolgozó ipar támogatására több mint 200 milliárd forint biztosított. Ugyanakkor, amit ki szeretnék emelni, hogy a fiatal gazdák induló támogatása az jelentős, ugyanakkor nem csak az induló, tehát nem csak a 40 ezer eurós támogatás az induló gazdáknál, hanem az ő esetükben a szántóföldi termesztés esetében, tehát a területalapú támogatásnál a plusz 60 euró, plusz külön programok indulnak, külön fiatal gazda programok indulnak a beruházásoknál, fejlesztéseknél, azért, hogy a generációváltás megtörténve egy teljesen új, egy jobban dinamizálható legyen az ágazat. Meggyőződésem, hogy a megye kiváló adottságokkal rendelkezik, irigylésre méltóan kiváló adottságokkal, ezeket kell jól kihasználni, a rendelkezésre álló erőforrásokat és az újakat úgy létrehozni, tehát erőforrásokhoz az újakat úgy létrehozni, hogy valóban egy hatalmas változás következzen a megyében a fejlesztések terén. Erre a lehetőség adott, a források adottak, tudás, képesség, akarat, szervező erő megvan. Én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, most nagyon szívósan kell dolgozni, hisz azt is látni kell, hogy nagyon sok multicég telepedett be a megyébe. Ez nem baj, hogy vannak, sőt, jó, hogy vannak, legyen verseny, egészséges és korrekt verseny. De oda kell figyelni egy jelenségre, hogy egyre több multi próbál új területet megszerezni, hogy saját alapanyagellátást biztosítson, tehát saját ültetvényeket próbálnak létesíteni. Nekünk pedig az az érdekünk, hogy a gazda legyen tulajdonos a feldolgozóiparban, és ne a multitulajdonos tudja megszerezni a földet, hogy ültetvényt létesítsen rajta. Hogy látja egyébként a helyi gazda társadalom, mennyire érzi már ennek a szükségességét, mármint az összefogás szükségességét? Meggyőződésem, hogy igen, hisz nem véletlen itt vagyunk a kamara épületében, nem véletlen zajlik a kertészet osztályülése, őszinte, korrekt, nyílt, egyenes párbeszéd. Arról lehet-e már tudni, hogy az előbb említett vidékfejlesztési pályázatok mikor jelenhetnek meg, és mikor nyújthatnak be fejlesztési forrásokra igényeket a gazdálkodók? Az ősz folyamán már az első pályázati kiírások megjelennek, és azt követően folyamatosan az a cél, hogy az elkövetkező 2, illetve 3 esztendőben az összes rendelkezésre álló forrás legalább 80%-a lekötésre kerüljön. Az idei rendkívüli meleg időjárás miatt, illetve a csapadékszegény időjárás miatt komoly károk keletkeztek a mezőgazdasági kultúrákban, elsősorban a kukorica és a napraforgó az, amely megsínylette a nagy meleget. A gazdálkodóknak megpróbálnak a kárenyhítési alapból valamilyen támogatást juttatni. A szélsőséges időjárás hatásait idén megtapasztalhatta mindenki. Évről évre egyre gyakrabban alakulnak ki olyan időjárási körülmények, amelyek jelentős károkat okoznak a mezőgazdaságban. A hetek óta tartó rendkívüli meleg miatt veszélybe kerültek a megyében a kukorica és a napraforgó ültetvények. Napról napra nő az a százalékos arány, ahol a napraforgó és a kukorica dinnye, illetve minden olyan növény most már, amit nem tudunk öntözni, egyre nagyobb százalékban károsodik. Épp a mai nap terveztük, hogy a miniszter úrnak felhívjuk a
figyelmét, hogy a megyénket a száj sújtotta területén nyilvánítsa, ugyanis ez ad majd jogalapot arra, hogyha a kárenyítésben most bejelentkeznek a szájkárt jelentve, akkor abból a kárenyítésből a kárenyítési juttatás formailag előtt, törvény által előtt útjait bejárva, akkor kárenyítésben részesülhetnek. Azt nem is várjuk, hogy az egész országra ez kiterjedjen, ugyanis a Dunántúlon járva nagyon szép kukoricákat láttam. Most a hétvégén utaztam, utazás közben nézegettem direkt ezt, hogy arra is olyan szárazság van-e. Hát örülök annak, hogy nem, de akkor azokkal a megyékkel kezdeni kell valamit, ahol meg ilyen kár jelentkezett. Azokon a területeken, ahol nem tudnak öntözni, akár 40%-os termés kiesésre is számítani lehet. Természetesen mind a biztosítók, mind az állam felé sokkal több kárenyhítési igény érkezik be ilyenkor. A biztosítók esetében a tavainál 50%-kal több kártérítési igény futott be. Amennyiben átlagosan nézzük meg a mezőgazdaságot éves szinten ért károkat, akkor közel 130 milliárd forintos összegről beszélhetünk. Annak ellenére, hogy mostanában mind a mezőgazdaság, mind a gazdaság egyre kiszámíthatatlanabb, a mezőgazdaság területek csak közel fele van biztosítva. Mint ahogy említettem, napról napra nagyobb százalékot foglal el az, ami már visszatéríthetetlen kárt szenved el a csapadékhiány miatt. Ez jelenleg a kukoricánál közel 40% lehet, napraforgónál egy 25-30. Én úgy gondolom, hogy árban ennek jelentkezni kell, ugyanis ami teremni fog, az én szerintem egy magasabb értéken fog elkelni. Ha a kárenyítési alapban vegyes gazdálkodás folytat, úgyhogy más bevétele is vannak, akkor éri kár a gazdálkodókat. Amennyiben úgymond kimutatható ez a kár, akkor én szerintem ez pótolható a kárenyítési alapból, ugyanis most ott hál' Istennek 21 milliárd van, mert tavaly képződött egy kis felhalmozódás. A kamara elnök azt is elmondta, hogy aszály után szinte elkerülhetetlen azoknak az élelmiszereknek az áremelkedése, amelyeket leginkább sújtott a száraz idő. Az aszálykár bejelentése idén a milliárdos károk miatt is fontos. Sajtkészítéshez szükséges eszközöket vásárolt az Emisszió Egyesület azoknak a gazdálkodóknak, akik részt vesznek a borzderes szarvasmarha programban. Ezt a projektet egyébként néhány évvel ezelőtt hozták létre azért, hogy az egykor őshonos fajtát újra elterjesszék Magyarországon. Sajtkészítéshez szükséges eszközök érkeztek azokhoz a gazdálkodókhoz, akik borzderes szarvasmarhákat tartanak gazdaságukban. A projekt 2013 végén kezdődött, és 20 hónapig 2015 augusztus végéig tart, amelynek keretében kárpáti borzderes szarvasmarhákat helyezett ki az Emisszió Egyesület háztáji gazdaságokba. Az uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy a külterjes tartásra kifejezetten alkalmas fajtát újból elterjesszék Magyarországon. Idáig az az igazság, hogy meg vagyok velük elégedve. Volt benne egy, ami kicsit kezelhetetlenebb volt, de az köszönhető biztos a sok karanténozásnak, de azon kívül semmi gond nincs velük. Rendszeresen fejjük őket, gondolom, beszéljünk arról, hogy mi a tapasztalat, mennyi tejet adnak ezek az állatok, és hogyan tudja a tejet akár értékesíteni, akár felhasználni. Igen, rendszeresen fejem, de csak egyet. Most jelenleg napi fejést szoktam most, mivel hogy meleg van. Átváltottam napi egy fejésre, hát olyan 5-6 liter tejet fejek 24 óránként belőle. De ez, hogyha nem ilyen meleg az idő, akkor ez változik, mert olyan 12 litert is tudok belőle fejni az egyetlen egy tejémből. Valamilyen tejterméket készítenek el a tejből? Ezt most jelenleg a családba csinálok belőle, gomolyos sajtokat, turót, aludtejet, az ilyen alapvető dolgokat még csak. Egyébként te ellátja a családot? Említette, hogy egy tehenet fej jelenleg, tehát a család szükségleteit azt ki tudja elégíteni? Igen ki, még a közeli rokonokat is. Ugye most a projekt keretében sajtkészítéshez szükséges eszközöket is biztosítanak a gazdálkodók számára. Miért szeretnének sajtkészítéssel foglalkozni, és nem tudom, hogy próbálkoztak-e már egyébként ezzel? Hát még jelenleg nem próbálkoztam, majd most szeretném megtanulni. Ezt azért szeretném, ezt a képzést, hogyha részt vehetnék rajta ezen a sajtkészítésen, mert akkor jobban tudnám értékesíteni az ilyen érlelt sajtokat például. Mert, amint az előbb is mondtam, hogy itt a tejet, ezt a sok minőségű tejet, az család nem bírja elfogyasztani tejként, meg ilyen joghurt, meg mit tudom én, ilyen dolgokat azért az ember, és egy ilyen élet sajtot azért, mit tudom én, több hónap múlva is elő tudja az ember venni, és akkor megeheti, vagy azt jobban el tudom adni.
A borzderes fajta kimondottan alkalmas sajtok és más tejkészítmények előállítására, ezért a kisüzemi, illetve a házi termék előállításban is fontos szerepe lehet. Éppen ezért a program részeként a sajtkészítéshez szükséges eszközöket is vásároltak a gazdáknak, és képzést szerveznek, hogy a tejet minél több formában tudják feldolgozni, és ezzel akár plusz jövedelemre is szert tehessenek az állattartók. A tejéből készítünk túrót, illetve házi vajat, van egy robotgépem, és azzal 5-6 perc alatt elkészül. Naponta mennyi tejet tudnak lefejni az állatoktól? Naponta 8 liter tejet tudunk kifejni, és emellett még azért a boci is táplálkozik. Láttam, hogy szépen fejlődik a kicsi is, ő mennyi idős már? Hát most 6 hónapos lesz. Szeretnének sajtot is készíteni. Ez mitől függ, hogy ez a folyamat be tud-e majd indulni? Elsősorban az erdényektől, meg hát meg kéne szereznünk ezt a tudást, a sajtkészítéshez szükséges tudást, és akkor nagyon szeretnénk többféle sajtot is csinálni, ki fogunk próbálni mindent, amit csak lehet. Elsősorban a család részére próbálnak élelmiszereket előállítani, vagy lehetőség lesz arra is, hogy akár beadásra is készítsenek tejtermékeket? Elsősorban mindenféleképpen a család számára. Hát ha aztán lesz, akkor szívesen megkóstolhatják mások is, hogyha lesz rá igény. Falvainkban már szinte teljesen megszűnt az állattartás. Ezen a helyzeten sokat javíthatnak olyan programok, amelyek alkalmasak a háztáji gazdaságok támogatására és a manufakturális élelmiszerfeldolgozás újbóli kialakítására. A tapasztalatunk az, hogy a gazdák ugye nagyon lelkesen fogadták az állatokat, és ez meg is látszott azon, hogy nagyon hamar beszoktak az állatok. Tehát a karantén, a kétszer egy hónap karantén nehéz körülményei után, ugye mindenhol szeretettel fogadták őket, és ez azt eredményezte, hogy nagyon hamar kezdték magukat otthon érezni ezek a tehenek, illetve a borjaik, ugye sok tehén már borjúval került ki. Ami egy lényeges tapasztalat, hogy a legeltetés az egy nehéz dolog, ez mondjuk a birtok struktúrából következik, tehát viszonylag kevés legelőterülete van a gazdáknak, illetve vannak olyan gazdák, akik nem is férnek hozzá legelőkhöz. Tehát abban bízunk, hogy a településeken, akár a település vezetés segítségével ezeket a legelő problémákat, vagy legelő hiányt majd orvosolni fogják, hogy mégiscsak ez a természetes tartási formája ezeknek az állatoknak. A projekt keretében 40 szarvasmarhát, 40 tehenet helyeztünk ki, közel 20 gazdával állunk kapcsolatban, és minden gazda számára felajánljuk azt, hogy sajtkészítő eszközöket helyezünk ki hozzájuk. Ugye ez a 15-20 gazda, ez Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben található. Itt a környéken, a mi megyékben például van egy több gazdát érintő kis térség, itt 6 gazdával állunk kapcsolatban, Porcsalma, Pátyod és Tyukod térségben, és a 6 gazdából 5 döntött úgy, hogy sajtot szeretne majd készíteni, tehát itt 5 ilyen sajtkészítő eszközkészletet fogunk kihelyezni. Ennek azért is van nagy jelentősége, mert hogyha egy gazda csak a tejet tudja mondjuk hasznosítani, akkor ki van szolgáltatva annak, hogy ugye a tejet rögtön fel kell használni. Hogyha viszont sajtot készít belőle, akkor például egy érlelt sajt esetében akár hónapokkal kitolhatja akár annak az elfogyasztását, akár az értékesítését. Tehát ilyen szempontból a sajtkészítés az egy nagyon jó lehetőség a helyi termék, helyi élelmiszer előállításra valóban. Ezért az eszközökön túl, tehát azon kívül, hogy egy kis induló eszközkészletet kapnak, azon kívül egy kis képzést is fogunk szervezni a számukra, ahol megtanulják a sajtkészítés alapjait. Itt természetesen arról van szó, hogy egy ilyen kis házi sajtkonyha méretben a saját konyhában fogják feldolgozni a tejet, illetve itthon érlelik majd a sajtokat. Beszéltünk arról, hogyha ezek a folyamatok, a képzés is megvalósul, és a gazdálkodók képesek lesznek különféle tejtermékek előállítására, akkor ez egyben egyfajta jövedelemhez is juttathatja majd azokat a családokat, akik úgy döntenek, hogy állattartással foglalkoznak, és ha már itt tartunk, akkor azon túl, hogy egészséges élelmiszerrel tudja családját ellátni, ezen túl esetleg egyfajta jövedelem szerzési lehetőséget is biztosít majd a későbbiekben? A sajtkészítés az mindenképpen egy jövedelemszerzési lehetőség. Ugye, ahogy említettem, éppen azért, mivel időben ott már nincs kiszolgáltatva a gazda a piac napi változásainak.
megveszik tőle, vagy nem. Egy érlelt sajtot akár fél év, egy év múlva is el lehet adni, és ugye kamatozik benne a pénz, hiszen egy jobban érlelt sajt általában többe is kerül. Ebből természetesen csak nagyobb méretekben lehet annyi pénzt keresni, hogy abból egy család megéljen, de egy háztáji gazdaságnak ez egy nagyon jó kiegészítő jövedelem lehet az egyéb jövedelmek mellett. A projekt a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna MP határon átnyúló együttműködési program keretében valósul meg az Európai Unió társfinanszírozásával, amelyben az Emisszió Egyesület partnere az ukrajnai Terradej Alapítvány. Kedves nézők, az elmúlt percekben a Mintagazdát, a Kölcsei Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látták. Ezzel az összeállítással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is minden jót, viszontlátásra!